Üdvözlöm mindenkinek, sziasztok! Csabinyó vagyok. Valamelyik nap, egészen pontosan szerdán kipörgettem a pódium kocsit, azaz az XA21 nevezetű kis verseny személyi gépjárművet, úgyhogy ezt a kocsit fogom most szépen feltuningolni, annál is inkább, mert eleve régen volt tuning videó, kettő pedig nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez hogyan fog kinézni tuningolva, illetve milyen vizuális módosításokat lehet rátenni, azaz optikai tuningot is. Viszont arra kérnélek titeket, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, nektek ez semmiben nem kerül, és bármikor leiratkozhatok, hogyha úgy tetszik. Na, itt viszont meg fogunk szépen állni. Na, ez jól elém hullott. És akkor szépen kérjük le a kocsit. Na nézzük, először is kiszállunk innen. És akkor visszaküldjük ezt a kocsit, most már ugye ezzel az újabb módszerrel a garázsba, és akkor lekérjük helyette azt a kocsit, amit kipörgettem. Te dudálj! Az XA21-et. Na szóval. Igen, és akkor az Office garázsban van, méghozzá itt XA21. Na jó, akkor mindjárt idehozzák. Hol a kocsim? Citrom úr keresi a kocsit, ott a kocsi. Na gyerekek, ez a kocsi, íme így néz ki. Ilyen szép narancssárgában kaptam meg. Hát akkor menjünk is kapásból térkép. Ide az arénába, és akkor itt fogjuk szépen feltuningolni. Na gyerekek, alapból egy baromi jó kis autó ez szerintem. Nagyon tetszetős, azt nem tudom egyébként, hogy versenyre ez mennyire lesz jó. Minden esetre, hogyha találok majd versenyt a tuning után, akkor mindenképpen szeretném kipróbálni ott is. Ajjajjajjajjaj. Jó, no problémo. Szóval szeretném kipróbálni, majd meglátjuk, hogy mit tud versenykörülmények között. De egyébként nem hiszem, hogy a legjobb lenne versenyre. Mindegy, gyerekek, ingyen volt. Úgyhogy most megint tuning videó következik. Persze, mire odaérek, teljesen szét fogom törni, nem baj. Na, hát akkor itt a kocsi, még egyszer mutatom nektek, milyen szépen néz ki. Igen, egyébként formára ez a kocsi, ez tényleg baromi jól néz ki. És nagyon jó a hangja is egyébként. Na, de akkor most szépen beszállunk, és akkor irány a műhely, szóval-e? És akkor kezdjük gyerekek a lényegekkel. Hát erre most veszünk egy armort. Tényleg adjuk meg a módját, legyen 50 ezer, úgyis olyan régen tuningoltam már. Fékekből, egyértelmű versenyfék. Főleg, hogy versenyen is ugye ki fogom próbálni, mint mondtam. Itt vannak a bumperök. Na nézzük, milyen bumperök vannak. Hát szerintem ez lesz az, amit majd inkább festés után kéne. Habár, most ahogy így elnézem, ez például baromi jól néz ki. Igen, akkor legyen ez. Illetve... Hát gyerekek, nem is tudom, ezek közül melyik lenne az igazi. Ez a rácsos mondjuk nekem tetszik. Ez sem rossz. Sőt, ez kifejezetten jól néz ki, és azért ez jobban olcsóbb egyébként, mint a legdrágább, tehát ez a GT. Sőt, én ennél maradok. Nekem ez nagyon tetszik. Jó, ez megvolt. Akkor mehetünk tovább, ugye Engine Tunes. Nyilván a legtöbb, legdrágább kell. Engine Block. Na igen, ez pedig a motorblock, nézzük. Ez igazából szerintem inkább csak kinézet. Nem tudom, itt mondjuk V12-t ír, itt meg V8-at. Hát nem tudom, mi a különbség. Szerintem amúgy ez teljesen mindegy, ez inkább csak látvány. Nem hiszem, hogy ez bármit javítana a kocsi gyorsaságán például, teljesítményén. Na de akkor legyen ez, már csak a narancssárga szín miatt is. Akkor engine cover. Aha, igen, igen, ez a kocsinak a hátsó része. Na, tudjátok mit, ennél fogok maradni. Ez a rácsos, ez nekem bejön. Jó, ez megvolt, kipufogok. Ez ilyen. Ez pedig ugyanaz, csak krómba. Na akkor legyen ez. Ez a króm, ez így baromi jól néz ki, eddig nekem legalábbis tetszik. És akkor most jönnek ezek az első rácsok, tulajdonképpen. Nem tudom ezt úgy forgatni, hogy jobban megcsillanjon rajta a fény. Nem is tudom gyerekek, hogy erre melyik passzolna úgy igazán. Ez az alap, ez nekem úgy alapból is tetszik. Az alap tetszik alapból. Igen. Vagy legyen inkább ez, grated grill, karbonból ugyanaz. Nem, legyen ez. Ez eddig okés. Akkor most jön a motorháztető. Igen, ezek a légbeömlők. Na ez jól néz ki ez a fekete. Ez a csík se rossz. Várjunk? Aha. Ez meg olyan, mint hogy valami száj lenne. Nézzétek meg. Ott a két szeme, itt meg a szája. Ez meg ugyanaz, csak vidámabb kivitelben. Ez tök jó. De nekem ez. Ez volt az, ami úgy kiemelkedik a többiből, szerintem, a többi közül pontosabban. Na, itt vannak a kürtök. Nem. Legyen most valami musical, muzikális kürt. Na, legyen ez. Musical horn. Ez teljesen jó.
és akkor itt meg vannak ugye a lupok, de azt akkor most abból nem válaszunk. Light. Na headlight. Na igen, ez majd tényleg csak a festés után fog következni, gyerekek, mert ugye attól függ a fény, hogy a kocsi színéhez milyen fény passzol, tehát milyen színű fény passzol. Viszont vannak itt, hát ez ugye alapból megvan, ezt nem is kell mondanom, vannak itt még a tükrök. Aha, hát csak annyi, hogy fekete. Ez a másodlagos szint veszi föl. Ez az elsődleges színnek. Aha, legyen ez. Ez a karbon. Optimum Carbon Mirrors. Jó. Rendszám tábla, egyértelmű, hogy Csabinyós. Sőt, nem várjunk. Ezt most meghagyom alapon, mert ugye ez kipörgetett autó, és a kipörgetett autóknál már hagyományból is mindig megtartom azt a rendszámot, amivel megkaptam, úgyhogy akkor az marad így. Na és akkor most jön a festés, a legjobb része az egész tuningnak, amikor is kialakul, hogy hogyan is fog kinézni a kocsi. Amúgy egyszer kéne egy ilyen króm kocsit csinálni, gyerekek. Tehát tiszta króm az egész. Csillog, villog, igen, nem tudom. Egyszer majd lesz egy olyan kocsim, amilyen króm. Most maradjunk ennél, a metál színnél. Korom fekete, carbon black, gyerekek. Ezek nagyon szépen néznek ki. Ó, ez az ezüst, gyerekek. Silver. Na, ez baromi jól néz ki. Lehet, hogy most ezt meg kéne hagyni ilyen szürkén. Nem sok ilyen autón van. Aha, itt vannak a pirosak. Így, gyerekek. Hát ez pirosban is baromi jól néz ki. Igazság szerint ennek a kocsinak úgy látszik, hogy szinte bármilyen szint találhatnék, mert mindegyikkel jól néz ki. Például ez a sötétebb bordó, ez a Grace Red, hát ez se rossz. Hát mondjuk ezt talán nem annyira. Hát igen, hot pink, köszönöm szépen, ezt nem szeretném. Ez sem. A narancssárga, ez a sárga. Ez a yellow, ez a teljesen sárga. Ez pedig a citromsárga, a rész yellow. Hát igen, gyerekek, nem tudom. Nem tudom, ez a kék se rossz. Nekem még mindig az a szürke volt, ami elsőre úgy nagyon megtetszett. Úgyhogy szerintem annál fogok én maradni. Ez a sötét lila. Durván néz ki, nem rossz. Hát igen, a lelakaltolt cucc, amihez még mindig 9 ugratót kéne teljesíteni, Csabinyó évek óta ígérgetett, hogy meg fogod csinálni ezeket az ugratókat. Most már ezt a 9-et meg kéne tényleg, hogy legyen egyszer egy ilyen színű autóm. Na mindegy, akkor vissza a szürkéhez, és akkor a szilver. Nem is szürke, igazából lesz tényleg szilver. Legyen akkor ez. Jó, ezt meghagyjuk így. És akkor a másodlagos szín, ami igazából nem is tudom mit fog állítani. Ja, az oldalán azt a cuccot, aha. Ínye, akkor ez bármit lehet igazából tenni. Sőt, még az elején is állítja a színt. Jaj, de cuki rózsaszín, gyerekek, ez még nem is néz ki rosszul. Hát elég különleges, mit te mondjak? Mondjuk ez se rossz. Ez a nahanysárga. Sőt, még itt hátul is állítja a színt. Black. Na, gyerekek, lehet, hogy a black marad. Tudjátok mit? Meghagyom a blacket. Meghagyom a blacket, mert valahogy itt a nagyon színesek ehhez nem annyira illenek. Nem tudom. Lehet, hogy csak én látom ezt így. Ja igen, a belső tér. Igen, a belső kárpitozás. Na akkor viszont ide választunk valami mást, akkor legyen vörös. Legyen vörös Torino Red. Igen, van a sima red. Mondjuk a sima red az nekem talán jobban tetszik itt. Itt megmaradunk a rednél, a gyerekek, akárhogy is nézzük. Nekem itt ez a red, ez tetszik úgy igazán. Crew embléma, na hát ide nem fog fölkerülni, vagy fölkerüljön? Tegyük oda a bari evőt, tegyük oda a bari evőt. Olyan régen volt olyan kocsim, amire rátettem volna. Na, jó, ez megvolt. Akkor roof, tető. Így, gyerekek, nagyon jól néz ki. Ezzel a piros belső kárpitozással, ezeken nagyon... gyerekek, ez a kocsi baromi jól néz ki. Na jó, oké, ez teljesen meggyőzött. Ezeken nagyon tetszik. Na de akkor nézzük a tetőket. Van ez a Vortex Generators nevezetű, van a Secondary, amikor ugye a fekete szint veszi át. Meg van ez a másik fajta, ami szintén olyan feketésnek tűnik. Nem csak innen tűnt annak. Szerintem... kell nekem ez rá egyáltalán? Jó, vegyünk egy ilyen szekondárit. Jó, rendben. Eladni nem akarom. Skirts, ugye oldalán, ott lent. Na akkor ugye az is elvileg másodlagos színből kéne, hogy kitegye. Tehát akkor az is fekete lesz. Legyen egy ilyen. Egy ilyen sima csík. Jó. Felfüggesztés. Competition, suspension. Jó, le van ültetve, gyerekek, nézzétek. Jó, megmarad így. Competition, váltó. Igen, race transmission. Turbó kell bele, hoppá, turbó kell bele. És akkor a kerék típus, sőt olyat kéne szerintem, amit lehet festeni. Tehát a stockból kéne választani valamit.
Várjunk, visszalépünk, megnézzük a sportot, és innen a stockokat átnézzük. Street, ez egy új kategória, gyerekek, ezt a kategóriát én még nem láttam. Mi az, hogy street? Jó, hát ilyet 100%, hogy nem fogok rátenni. Nem, ez teljesen kizárt. Mondjuk az voltak jók lejjebb, aha, végül is várjál. Nem olyan rossz ez. Nem, ide valami masszívabb kéne, valami ilyesmi egyébként. Ez a trüffét, ez egész jól néz ki. Legyen ez. Oh yeah! Jó, ez is megvolt, akkor wheel color. Na igen, most már ugye megvan a szín, tehát akkor most már ki lehet hozzáválasztani a hozzápasszoló színt. Ez így még talán, hát nem tudom, most ugye a belső kárpítozás az piros. Lehetne ez is piros akkor? De ez a Frost White, ez jobban passzol hozzá. Sokkal jobban néz ki. Nem, a piros az nem jó. Semmiképpen nem jó. Gyerekek, akkor itt megmaradunk a fehérnél. Ez így már nagyon jó. Ez így király. Jó, és akkor gumik. Tire design. Atomic logo. Atomic. Hát, gyerekek, legyen fukarú. Fukarú. Zsír. Tire enchantments. Golyóálló kerekek. Tire smoke. Na, ez piros lesz megint csak. A belső kárpítozás miatt akkor tegyünk még bele, azért legyen benne még piros egyébként. Úgyhogy akkor ez így. Window. Aaa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 
uraság sem látszódik, de mégis azt mondom, hogy ez gyerekek nagyon jól néz ki. Nagyon tetszik. Így nagyon tetszik. Ez nagyon jó. Jó, akkor ez megvolt. Na akkor most térjünk vissza a lights-ra, mert ugye ez még kimaradt. Van még ugye neon, meg ugye van még ez a headlight. Legyen ez is vörös. Vagy legyen inkább fehér. Nem, szerintem ez a piros nem fog passzolni. Hol a piros? Itt a piros fény. Ja, nem. Itt most megmaradunk a white-nál. Van már több autóm is egyébként, több ilyen kocsim, ami van piros fényszóró. Úgyhogy akkor ez most legyen ilyen white lights, mert ilyen viszont még nincs. Jó, és akkor jöhet a neon kit, ami viszont neon layout, mindenhova, nyilván. És akkor ez viszont piros lesz. Így, gyerekek. Nagyon szép lesz ez. Mondom, ez teljesen jól néz ki. Jó, gyerekek, elvileg akkor én most megcsináltam teljes mértékben a kocsit. Ha minden igaz. Szerintem mindent rátettem, nem maradt ki semmi, legalábbis nagyon remélem, még armor is van ezen most kivételesen. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy Exit the Arena. Úgyhogy akkor nézzük meg, milyen ez kint az utcán. És esik az eső. Oh yeah. Na gyerekek. Most leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy ez mennyivel megy gyorsabban, mint ment egyébként. Tuning nélkül, de szerintem... Nekem úgy tűnik, hogy gyorsabb. Nem azt mondom, hogy sokkal gyorsabb, de az előzőhöz képest én úgy érzem, hogy gyorsabb lett. Valamivel... Ó, oh, pardon! Na gyerekek, már széttörtem a kocsit, és még szerencsétlen motoros el is gázoltam. Belső nézet? Jaj, de jó! Wow! Oh my god! Bocs, néni! Ne haragudj! Tényleg, igazán nem akartam. Vajon már, szedjük már ki a pénzét. Csak eldobod valamit, nem? Nem volt nála semmi. Na jó van. Szóval, akkor a következő van. Csinálok én egy versenyt, ahol ezt a kocsit ki tudom próbálni. És meglátjuk, hogy versenyben mit lehet ezzel kezdeni. Vagy mit nem lehet vele kezdeni, ez úgyis majd akkor fog kiderülni, nagyon kíváncsi vagyok. Na, srácok, benn vagyok egy versenybe. Ki van kapcsolva a ketchup is, ki van kapcsolva a slipstream, és van custom. Nem hiszitek el, erre a versenyre másfél órát vártam. Minden összejött, amit csak el tudtok képzelni, hogy ne tudjak normálisat játszani a saját kocsimmal, ezzel a kocsival. Na szóval, confirm, és akkor fogadok is magamra, bár szinte esélytelen, ahogy itt elnéztem a listát, akik fönt vannak. Hát ennyien leszünk. Heten. Na, hát akkor gyerekek. Mehet a menet, végre valahára. Mondom, másfél óráig vártam, mert vagy nem talált meccset, vagy nem szuperautós meccs volt, vagy nem volt dakacsóval custom, vagy valami másik játékmód volt beállítva, vagy kidobtak a versenyből, minden előfordult.
Na mindegy, a lényeg az, hogy most végre itt vagyok, és az első évről kezdek. És elcsesztem a rajtot? Nagyon jó. Kapásból így indítok? Tényleg? Oké? Az ott gyerekek egy csaló. Az ott egy csaló. Klau 1. Oké, ezt mindenki látta szerintem. Ez egyértelműen csal. Speed hack. Jó, mindegy, őt nem számítjuk, és attól függetlenül megnézzük, hogy ez a kocsi hogy megy. Hát igen, itt van mögöttem egy autó. Tudd el nekem, Márkó. Szia Márkó, hello. Na hát szóval a gyerekek, eddig a kocsi nem tűnik túl gyorsnak, legalábbis ezekhez az autókhoz képest, amik itt előttem vannak. Hát nagyon húz el. Jó, mondjuk ki van kapcsolva most mindenféle segítség, de igazából így jó, mert így lehet látni valóban mire képes a kocsi. Hát nem a leggyorsabb járgány. Na de hát mindegy, ugye kipörgettem ezt a kocsit, szóval ajándéknak nem nézzük a fogát. Örülünk ennek is, nyilván nem fogom versenyzésre használni, hiszen azért van annál sokkal jobb autóm is erre a célra. És egyébként ez csak point-to-pointos verseny. Hopp! Ó, haver! Na ezek de jó, hogy pont itt állt és már nem tudtam kikerülni. Na, a Klau, ez a csaló, úgy látszik leállt, mert már nincsen miért ideje. Szerencsére. Hát a kocsi kanyarodása az nem az igazi gyerekek. Az most ebben a kanyarban kiderült. A Tesseracthoz képest, meg a többihez képest, hát nem a legjobb. Az Emerus, ugye, a Wagner. Ez az. Éj, ez itt hibázott, Márkó. Mit csinálsz? Ember. Korrekt légy. Ne lögdös. Na jó van, hát ez most már a célegyenes ráfutó, igazából. Szerintem teljesen esélytelen, mert ugye most nincsen szélárnyék sem, ami pedig azért jó lenne. És a Jumbo? Így elhúzott a Jumbo egymaga? Az hogy csinálta? Oh my god! Jó, hát ez egy harmadik hely. Nem, második hely! Mert elrontotta! És Márkó lett az első. Na, srácok, nézzük ezt a Clove nevezetű gyereket? Hogy megy? Mert hogy az elején elhúzott, és az csalás volt, az 100%. De vezetni azt nem tud, tehát egy szerencsétlen idióta, az már látszik. De a csaláshoz van esze. Gratulálok az ilyen embernek egyébként. Na, srácok, hát akkor ennyi lett volna ez a kis bemutató videó, a kis tuning videó, illetve a verseny. Hát sajnos versenyre nem alkalmas ez a kocsi, ez egyértelműen kiderült, ez régen még jó autónak számított, most már nyilvánvaló, hogy a többi autóhoz képest ez nem olyan jó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, mindenképpen lájkoljátok, kommenteljetek, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, ha ezt még nem tettétek meg. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!